Bob. That's she. That's she. You're not good. You're not good. You get sick. Mondom, hogy jó napot. Jó napot. Mi tetszik? Nevem Schrägg. Örülök. Mi tetszik? A családi nevem Schrägg. A keresztnevem Schrägg. Örülök. Mi tetszik? Ez a szabadság harcos szövetség? Nem. Ez csak lőtere. Bocsánat, ezt nem értettem jó. Mondom, ez csak lőtere. Ez? Igen. Lőtere. Igen, lőtere. Ja, úgy. És mi az a lőtere? Hogy mi az a lőtere? Hát maga még nem hallottam azt a szót, hogy lőtere? Hát nem. Hogy lőhere, azt hallottam. Úgyhogy lőhere. Mi például a névlevelő lőhere? Hát ez a lőhere, jó ember. Ez a lőtér, érti? A szövetség lőtere. Ja, úgy lőtér. Aha. Na. Csak hogy megértette, jó ember. És én vagyok itt a felügyelő. Mi tetszik? A fiamat szeretném beiratni. Mert hallom, hogy itt tanulnak motorkerékpározni, autót vezetni, rádiózni. A beiratás nem itt van. Jó. Tessék a központba menni. Ja, persze, ez csak lőtere. Igen, lőtere, és én itt vagyok alkalmazva estre. 8-ig. Meddig? Estre 8-ig. Miért tetszik mondani, hogy estre? Hát ez így mondják vidékiesen, hogy estre. Hol vidéken? Vidéken. Például Miskolcon? Hát Miskolcon. Debrecenben? Hát általában. Magyarosan úgy mondják, hogy estre. És tessék mondani, azt is mondják, hogy reggel. Azt nem mondják. És délután. Hagyjon végén ide, hagyja nekem végén, hát nekem mind sok dolgom van. Hát elhiszem, hogy el van fáradva, de nem volt még nyaralni? De igenis, most fáradt vagyok. Én későn megyek, majd ősszel. Hány órakor? Hogy hány órakor? Ősszel megyek, később, ősszel. Ja úgy, ősszel. Nem őszvel, ősszel. Magyarosan. Magyarosan és ősszel. Ki ismeri? Ki magát? És hova tetszik menni? Ja, egy barátnő meghívott a Velencei tóra. Kérem szépen, az nem tó, az lagúna. Az nem lagúna, az tó. Velencei tó. Én kérem, úgy vagyok informálva, hogy az lagúna. Nem laguna, hanem tó! Tessék csak mondani, hogy ott van gondola? Nincs gondola. Hát már hogy ne volna gondola? Hát még verset is írtak róla. Na miféle verset? Egy gondola már tengemet. Na, kérem, hagyjon végén, végén ebben a butaságban. Hagyj el a lőteret. Fiamat szeretném beiratni. Hány éves a fia? Hát, 8. Na aztán, most aztán, tényleg hagyj el a lőteret, én egy ideges nő vagyok, hát nem oszontson engem! Ne tessék már mindig haragudni, van nekem bajom úgyis elé. Hát mi baj van? Mi? Már fél éve nincs állásom. Hát, az tényleg baj, de nagy baj. Na de, én tudok magának egy állást. Óriási, megyek és el is foglalom. Hát hova megy, jó ember? Még azt se tudja, miről van szó. Az nem baj, elfoglalom. Na jöjjön vissza, üljön le. Ide figyeljen. Egy kocsi kísérő járásról lenne szó. A sógorom egy vadkiviteli vállalatnál van alkalmazva. Az meg micsoda? Hát vadat exportálnak. Hogy vadat? Hát vadat. Oroszlán? Dehogy oroszlán. Igen. Meg van maga örülve. Most egyszer mondani, hogy vadat exportálnak? Na és? Hát más van, nincs csak oroszlán, meg tigris. Jaguár? Na én kérem, hogy azt nem mondja, hogy puma. Hát én nem mondom. Na, figyeljen. Nyulat és őzet exportálnak.
A múlt héten is két vagon nyulat vittek Bécsbe. Na, egy ilyen kocsit kellene kísérni. Ajajajajaj, nem jó kérem. Hát nem lehet. Hát amilyen pekem van. Győrben már egy nyúl nem lesz a vagomban. De miért lenne? Hát kiugrálna. Hát nem maga megőrült, a bagatás nem képzeli, hogy élve fogja szállítani a nyulat. Hogy halljad, ne! Hát miért halljad? Most egyszer mondani, hogy nem élve fogom szállítani. Hát a nyulat nem fognak élni, a nyulakat lelőbb le kell lőni. Na látja, ez egy nagyon okos dolog. Ott a vagomban nagyon kell őket lőni, mit ugráljanak, hogyha szerintem? Mi volt is a vagomban? A mezőn kell őket lelőni. De nincs puskám! De nincs puskája! Nincs puskája! Ne idegesítse nekem! Hagyj el a lőt! És én még ebben állok lebeszélgetni. Különben sincs idő. Igen, ki lesz a nővére kislánya. A nővérének van kislánya? Van, hát! 20 éves, jaj, remek! Szorgalmasan dolgozik. A főnöke imádja. Diszpécser lett. Mi lett? Diszpécser! Mióta? 4 hónapja. Nem mondja. És mit szól lehet a kedves nővére? Mivel? Hát hogy ízei lett. Az mi, amit tetszett mondani. Hát ő meg szólna. Örül neki. A mamája örül neki. Persze, hogy örül. Ma te elmegy asszony. Na, de most már igazán hagyjad a bőrteret, mert én olyan kimerült vagy, olyan igyekes és kimerült vagyok. Úgy is tetszik menni pihenni. Megyek, hála Isten. Egész nap csak vadászni fogok. Hát, de ezt jól tetszik tudni bánni a fegyverre. Szemasz. És tessék mondani, mikor tetszik menni? Majd, mikor húznak a libák. Mit csinálnak a libák? Húznak. A libák? Igen, a libák. És mit húznak a libák? Hogy mit húznak? Most tetted mondani, hogy valamit húznak a libák? Én nem azt mondtam, hogy valamit húznak, csak azt mondtam, hogy húznak. De könyörgöm, mi? Hát semmi, csak húznak, mint például a daru. Hát kérem, a daru nem húz. A daru az emel. Hát az gőzdaru, jó ember, amiről maga beszél. És gőzliba nincs? Jaj, gőzliba is van.